És most felkérem dr. Benkő Samu irodalom- és művelődéstörténészt, a bírálóbizottság tagját, hirdesse ki az ötödik ajánlást. A beérkezett állampolgári javaslatok közül a ma ötödikként átadásra kerülő díjat a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumnak ajánlotta a bírálóbizottság. Felkérem Rezi Elek professzor urat, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektorát a rövidített méltatás ismertetésére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium 454 éves történetéről és szellemiségéről szólni annyit jelent, mint szembesülni annak rabul ejtő áldozatos múltjával, kézenfogó értékteremtő jelenével és kitárulkozó ígéretes jövőjével. A Kolozsvári Unitárius Kollégium alapítását az 1557. június 1-10 között tartó Kolozsvári Országgyűlés határozata szavatolta, amely kimondta, idézem, hogy Kolozsváron, Vásárhelyen és Váradon iskolák állítassanak fel, idézet bezárva. Az iskola alapítás ügyét támogató Izabella királynő a kolozsvári iskola részére 100 forintos alapot létesített, és valamivel később a kolozsvári területet dézsmájának egy negyedét adományozta az iskolának. Izabella királynő halála után János Zsigmond, második János néven választott magyar király, Erdély első fejedelme, az 1562-ben kelt alapító levelében az alapítványt megerősítette és kibővítette, idézem, mert méltónak tartotta, hogy királyi tisztségénél fogva az iskolát tisztességes jövedelmekkel felékesítse és gazdagítsa, idézet bezárva. Az iskola a felkészült híres külföldi és hazai tanárainak köszönhetően Erdély egyik legjelentősebb főiskolájává fejlődött, és kiváló érdemeket szerzett a tudomány, a kultúra, a nevelés, a vallásosság szolgálatában. 1568-tól az iskola oktatói, nevelői munkáját végleg áthatotta az unitárius szellemiség és értékrend. Az iskola első rektora Dávid Ferenc volt, aki nem sokkal az alapítás után az erdélyi unitárius reformáció vezéregyénisége, az unitárius egyház első püspöke lett. Dávid reformátori munkásságának köszönhetően az unitárius egyház az egyetlen magyar alapítású keresztény egyház. Dávid után olyan neves rektorok irányították az iskola életét, mint a németországi egyetemeken tanult Bazilius István, a kiváló humanista műveltségű szászországi Zommer János, Paleológus Jakab, akinek személyében az európai művelődés történet az erdélyi, a cseh, a lengyel és a litván művelődésnek jelentős képviselőjét tiszteli. Az iskola megszilárdulását jelzi az a tény, hogy a külföldről érkező rektorokat és tanárokat
már a 17. század elejétől folyamatosan felváltották a külföldi egyetemekről hazatérő magyar akadémiták. Például a tudós Enyedi György, Göcs Pál, Csanádi Pál, Szent Ábrahámi Lombárd Mihály. A külföldi tanulmányutakról gazdag szellemi batyúval hazatérő akadémiták biztosították a nevelés és oktatás színvonalának az emelését, és a szűkösebb anyagi lehetőség ellenére is az unitárius kollégium lépést tartott a hasonló külföldi főiskolákkal. Az iskola története során több megpróbáltató eseménnyel szembesült. Fennállása alatt a rászakadó üldöztetések és mostoha körülmények miatt háromszor kellett régi épületeiből kiköltöznie, és kellett újakról gondoskodnia. De az áldozatkészségnek, a hitnek és a kitartásnak köszönhetően mindig sikerült a veszélyeken felülemelkednie. A 19. század végén kezdtek hozzá a jelenlegi iskola épületének építéséhez, amelynek ünnepélyes felavatására 1901. szeptember 21-én került sor. Kolozsvár egyik legimpozánsabb iskola épülete volt, és az ma is. Az iskola épületének homlokzatára az iskola szellemiségét tükröző feliratot vésték. Musis et virtutibus, a múzsáknak és az erényeknek. A II. Világháborút követő hatalomváltás után a berendezkedő nacionál-kommunista hatalom államosította a kollégiumot, ipari liceummá alakította át, és román tannyelvi osztályokat és esti tagozatot is telepítettek az iskolába. Az 1989-es romániai változásoknak köszönhetően 1993-ban újra indulhatott az unitárius kollégium folytatva nemes hagyományokat, s 2003-ban felvette a János Zsigmond nevet. A kolozsvári János Zsigmond unitárius kollégium az 1568-as tordai országgyűlésen szentesített vallás és lelkismereti szabadság a tolerancia szellemében az Isten és felebarát iránti szeretet jézusi követelményét szem előtt tartva minden diákjának felekezettől függetlenül biztosította és biztosítja a tudományokban való gyarapodást, a keresztényi értékrendhez való igazodást, a nemzeti önazonosság tudat megélésének a lehetőségét. Ezért hangzik így a kollégium önértelmezései napjainkban: a tudás és az élőhit iskolája. A kollégium híres igazgatóinak, tanárainak, diákjainak a nevét hosszú lenne felsorolni. Az idő rövidségére való tekintettel csak egy néhány közismert nevet emelek ki. Brassai Sámuel, polihisztor, Jakab Elek, történész, Kelemen Lajos, történész, Bölöni Farkas Sándor, író, műfordító, utazó, művelődés szervező, Szabédi Székely László, nyelvész, költő, Mikó Imre, író, jogász, politikus, műfordító, Sánta Ferenc, író. A János Zsigmond unitárius kollégium oktatói nevelői munkájának alapvető célja olyan értelmiségi nemzedék formálása, akik a magasfokú szakmai kompetencia mellett felvállalják az egyetemes magyar értékek megőrzését és gazdagítását. A kollégium nemzetközi kapcsolatai is a versenyképességét igazolják. Az Európai Unió által elismert nyelvvizsgaközpont számítógépes jogosítványt adó ICDL központ az egyetlen magyar iskola Kolozs megyében, amely 2010-ben Euroszkóla pályázatot nyert. A fentiek szellemében a kolozsvári János Zsigmond unitárius kollégiumot, a tudás és az élőhit iskoláját méltónak tartom a magyar örökség díjra. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekem tisztem fölolvasni a liturgikus szöveget. A Bírálóbizottság a Magyar Örökség kitüntető címre tett javaslatot azért, hogy az arra méltó kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium a tudás és élő hit iskolája bekerüljön a magyarság láthatatlan szellemi múzeumába. Ez a liturgikus szöveg, engedjék meg, hogy néhány szubjektív gondolatot is fűzzek ehhez. A Bírálóbizottság első elnökével, Mádl Ferenc professzor úrral sokszor beszélgettünk arról, hogy nemzedékünket, mármint a 80 éveseket, micsoda megrázkodtatások, sérelmek, bántalmak érték. És ezek között első helyen mindig hitvallásos iskoláinknak a megszüntetését találtuk. Ő örökké hangsúlyozta, hogy mit köszönhetett a veszprémi piarista gimnáziumnak. Az én életemben is meghatározó volt két erdélyi református kollégiumnak, a marosvásárhelyinek és a kolozsváriaknak a reám gyakorolt hatása. Ő csak 6 gimnáziumot végezhetett az államosítás előtt. Nekem idősebb lévén megadatott, hogy középiskolai tanulmányaimat még felekezeti iskolában, a kolozsvári református kollégiumban végezhettem. És megtudhattam, és vallhattam, hogy a tehetséggondozásnak, tehetségápolásnak a találmánya az nem 21. vagy nem is 20. századi talány, hanem sokkal régebbi, valójában Szent Istvánnak azzal az intézkedésével kezdődött, hogy elrendelte 10 falunak a templomépítését és pappal való ellátását, akik már akkor lelki gondozói lettek a fiatalságnak. Ez tovább fejlődött, ez a gondolat a tanítórendeknek a megotthonosodásával, és megizmosodott a reformáció idejében, amikor minden protestáns egyház megalapította a maga kollégiumát. A kollégium az gyűjtő fogalom volt, és Erdély szerte azt jelentette, hogy egy olyan intézményrendszer jött létre, amely az elemi ismeretektől kezdve egészen a felső tanulmányoknak a befejezték, első időkben a teológiai tudományokig, ez aztán kiegészítődött a jogtudományokkal, és ilyen intézmény volt a kolozsvári unitárius kollégium, amely mögött azonban, mint anyaiskolának fölsorakoztak a maga apró partikulái, a székelykeresztúri, a tordai vagy a torockói iskolák, és az a sok-sok felekezeti iskola, amelyet kántor tanítók vezettek és készítették fel azokat a gyerekeket, akiket majd kollégiumba küldötték, és akikből azok a jeles férfiak kialakultak, kifejlődtek, akikről szó esett a laudációban is. Ezek az intézmények tartották meg tulajdonképpen azt a szellemi testületet, amely műveltséget ápolt és műveltséget megtartott Erdélyben. És hogy milyen tudatos gondoskodás történt, hogy az apró gyermekkortól egészen a hivatalviselésnek,
a tisztségéig adjon otthont a felnövekvő generációknak. Dicséretesebbet nem tudok elmondani, mint azt, hogy babonás ember lévén számomra, mikor elindulok kolozsvári Györgyfalvi otthonomból, és az aznapi első örömöm mindig attól függ, hogy milyen magyar szót hallok, akkor a hármas számú trolibuszon leszállva a valamikor Kossuth Lajos utcának nevezett unitárius kollégium előtt, 8 óra tájba ott csivitelnek az unitárius kollégium óvodásai. Ez egy nagy győzelme az unitárius egyház vezetőinek, kitűnő püspökeinek, hogy amikor sok egyházfő azzal volt elfoglalva, hogy egyetemet alapítson, nagyon jó, hogy alapították, számukra az óvoda alapítás volt egyik elsőrendű feladat. Ez számomra nagy győzelme az unitárius egyház kolozsvári kulturális teljesítményének. Most pedig azt hiszem, hogy befejezhetem, átadva nektek. Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium a Tudás és Élőhit iskolája magyar örökség, amiről ezen oklevél bizonyságot tesz. A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium nevét az aranykönyv őrzi. És most tisztelettel felkérem Popa Mártát, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatónőjét az oklevél és az aranyjelvény átvételére. Köszöntjük azokat is, akik Benkő Samu professzor úrral együtt, és természetesen az igazgatónővel együtt is eljöttek a messzi Kolozsvárról. Szeretettel üdvözöljük mindannyiukat!